Szlovéniában voltam Cooperben, az IBFF világbajnokságán. Ez egy szövetség, ugye nagyon-nagyon sok szövetség van, ahol minden sportágban. Én őket választottam, ez volt a leghamarabb világbajnokság, és mi hamarabb szerettem volna elindulni, mert még soha nem indultam világbajnokságon. 2008 óta edzem egyébként, és 2016 óta versenyzem folyamatosan, minden évben egy év maradt ki, de azóta folyamatosak a versenyzések. Szigorú 12 hetes diétám voltam, ugye, ami kifejezetten egy versenydiéta, ezzel készültem a világbajnokságra. Különböző kategóriák vannak a versenyeken, bikini fitnessbe szerettem volna indulni, ugye modál kategóriában. Gondoltuk, hogy lehet egy kicsit erősebb lesz a formán, mint a modál kategória, így több kategóriába is beneveztem, sportmodellbe, fitnessbe, meg a modellbe, páros kategóriában is, ugyanis, hogyha az egyik kategóriát megnyerik, akkor a következőben már indulni nem lehet. Úgyhogy sportmodell volt az első szám, úgyhogy abban indultam, és ezt sikerült megnyernem. Így a többi kategóriát sajnos kilőttük, úgyhogy abban nem tudtam elindulni, és nem tudtam részt venni. De megvan a világbajnoki cím. Nagyon-nagyon izgultam. Talán tényleg a lehető legjobban, mert szerettem volna befejezni a versenyzésemet, nem szerettem volna már tovább készülni versenyezni. Ugye van egy kislányom, nyilván ez nagyon-nagyon sok idő, ez az mindennapi edzés, a diéta, és hát azért nyilván nagyon-nagyon sok lemondással jár. Maga a versenyre korán reggel szoktunk érkezni, hogyha ugye külföldön van, akkor előző napokban már elutazunk. Korán reggel smink, barnítás, ugye ilyenkor egy ilyen speciális barnító van rajtunk, ugye jobban kijön a forma, az izomzat. Nyilván smink, haj, ez ugye alap a színpadon, és várjuk, hogy mikor jön a mi kategóriánk, mikor jön a szám. Általában ilyenkor utána már a backstage-ben szoktunk pihenni, picit töltünk, ugye ilyenkor sok szénhidrátot megvanunk, szinte ugye az utolsó hetekben már nem is fogyasztunk. Fekszünk, pihenünk, és akkor készülünk a színpadra. Van követelmény, ugye ez mindig kategóriától függ. A modell kategória, ott nem szabad ugye nagyon a kockás has, eresnek lenni, ott egy nagyon szép nőies formát kell képviselni. A sportmodellben ott már lehetünk egy kicsit izmosabbak, szárazabbak, kicsit nagyobbak, ami ugye nekem így sikerült. Nem ez volt a terv, meg nem ez volt a cél, mert mindig úgy gondoltam, hogy szeretném megtartani a nőies formámat, és szerettem volna modell maradni, de cseppet sem bánom, úgyhogy nagyon jól éreztem magam, és előbb-utóbb gondoltuk, hogy sportmodell lesz ebből. Hogy miért is a fitnesszel, ugye 10 évig táncoltam, abban is versenyeztem nagyon-nagyon sokáig. Mindig foglalkoztatott a testem, és mindig odafigyeltem arra, hogy hogyan nézek ki. Igazából ez a fitness számomra úgy jött, hogy az unokatestvérem egyszer levitt egy edzőterembe, és elvitt egy versenyre. És én akkor, ahogy beléptem oda, akkor tudtam, hogy na, úristen, ez az, ami nekem kell, és ez az én világom. Úgyhogy azóta elkezdtem készülni, és nagyon tudatosan táplálkozom azóta. Nyilván most már életmoddá vált. A további terveim, hogy jelenleg vége van, ez most már teljesen biztos. Nagyon-nagyon sok lemondás, nagyon sok küzdelem, stb., úgyhogy ez így nagyon-nagyon nehéz. Nyilván nem jó ugye folyamatosan diétázni sem, szeretnék megtartani egy egészséges életmódot, folyamatosan edzeni, úgyhogy én szeretném a tanítványaimat vinni tovább, úgyhogy őrájuk fogok most sokat fókuszálni, készítem őket, már az idén is sikerült készítenem versenyzőket, úgyhogy folyamatosan ez a terv, hogy akkor versenyzőket tudjak vinni. És ugyanúgy ott maradok, csak nem én fogok versenyezni, hanem a vendégeim.